a szomszéd irodaház igazgatóságától folyamatosan érnek bennünket a támadások, úgyhogy még gyakorlatilag tapasztalatuk semennyi nincsen azzal kapcsolatban, hogy mire lehet számítani. Ez itt az Infoparknak a D épülete, nagyjából 50-60 méterre van innen az épülő zöld pardon. Az itt lévő dolgozók azt mondják, hogy a hangpróbánál már megremegtek az ablakok, még a becsukott ablakoknál is lehetett hallani. A színpadot pontosan olyan irányba tájoltuk, hogy az Infoparkot, illetve a mögötte levő lakóházakat a legkevésbé se zavarja. Hátrafelé nem igen terjed ez a hang, illetve ez a nagy fedés is pontosan azt a célt szolgálja, hogy a terjedő hang hullámokat lefogja. Tehát itt a hang terjedése sokkal optimálisabb tud lenni, mint az előző területen volt, és hangsúlyozom, hogy ott is a határértékek betartásával tudtunk működni. A színpad már kész van, viszont a munkások még dolgoznak rajta. Csütörtökön itt lépne fel a tankcsapda, pénteken pedig a magna cum laude. Meglátjuk, mi lesz belőle. A szakhatósági hozzájárulások közül egy hiányzik még. Úgy tudom, hogy ennek a szakhatóság engedélynek a megadására is lesz mód, vagy lesz holnap lehetőség. Ezt az engedélyeztetési procedúrát hetekkel ezelőtt elkezdtük. A 11. kerületi önkormányzathoz adtuk be az engedélykérelmeinket. Csak a 11. kerületi önkormányzat összeférhetetlenségre hivatkozva kizáratta magát az engedélyeztetési procedúrából, és bizony ez heteket vett igénybe. Hogyha nem kapjuk meg a zenés-táncos rendezvénytartási engedélyt, az annyit jelent, hogy 1000 főnél több vendéget nem fogunk tudni beengedni. Nagyon reméljük, hogy csütörtökön megkapjuk a engedélyt egy gyors futásban, és este minden probléma nélkül meg tudjuk kezdeni a zöldpadon első rendezvényének lebonyolítását.